Tamási Cross pályán 2017-ben rendezett Enduro Cross bajnokságot követően jött a felismerés, hogy megérett az Egyesület egy akár kétnapos rendezvény lebonyolítására is, mesélte Dravec Balázs, a Tamási Enduro és Motocross Egyesület elnöke. A Nádor Tomi barátunk hívta fel a figyelmünket rá, hogy szerint ez a pálya alkalmas lenne rá, és hát így belementünk ebbe a dologba, egyesületünk, akkor ezt így fejbe először összerakta, majd gyakorlatban is. És akkor ezt követte ugye minden évben egy-egy endurocross, illetve bocsánat, 18-ban volt még endurocross, és 19-ben úgy gondoltuk, hogy felnőttünk egy olyan feladathoz, hogy rendezzünk egy ilyen kétnapos endurót, és most már ez a harmadik ilyen versenyünk. Az első versenyen 57 indulónk volt, a másodikon 87, most 100 fölött vagyunk, 107 indulónk van körülbelül. Ez is azt mutatja, hogy azért évről évre többen vagyunk. Ugye Magyarországon nálunk van a legkevesebb induló, de azért próbáljuk úgy összerakni, hogy mindenkinek tetszen és egyre többen legyenek. A versenyzők születési idejét nézve egy nagyon széles életkori sávon mozgó versenyről beszélhetünk, hiszen az idősebbek mellett már a 6 évesek is a pályán voltak. Tavalyi évben találtuk ki, hogy nálunk először Tamásiban rendezünk mini endurót. És ez egy nagyon jó döntés volt, mert hát most már azóta minden versenyen van mini enduro. Ugye ebbe van azt mondhatom a 6 éves korosztálytól, illetve az 65 köbcentiméteres kategóriától egészen a 85 köbcentiméteres kategóriáig. A 2020-as Dakar Rally Mélmotó osztály nyertese a romániai magyar rally versenymotoros. Emmanuel Gyenes is rajtozált a Magyar Enduro Bajnokság Tamásiban rendezett futamán, aki elmondása szerint nagyon elégedett a helyi szervezéssel. Szatmárnémetiben lakok, az közel van a magyar határhoz, és átjárok gyakran ide versenyekre. Nagyon jól meg vannak szervezve itt Magyarországon a verseny, ugyanúgy az ahogy ez a tamási futam is, nagyon jó a rendezés. És persze én mindig nézem a MAMS honlapján, hogy hol vannak versenyek, nézem a naptárat, és eljövök ezekre a versenyekre. És persze ez a futam is, ez benne van a magyar bajnokságban, és akkor pontokat kell gyűjteni, és úgy kerültem ide. Nagyon extrém hely itt nincs, hanem ami nehéz, azok a mért szakaszok. Van a kör, van egy 35 kilométeres kör, és azon belül van két mért szakasz, ami az egyik 5,5 kilométer, a másik 3 kilométer talán. És ott nagyon gyorsan kell menni, az nagyon fárasztó, mert nagyon szét van menve a pályán rumplis, és azért ott a kezeidet, meg téged is nagyon megvisel az a teszt. Hát az a legnehezebb, és az a legnagyobb kihívás a pályán. A versenyek, ahol természetes és mesterséges akadályok sorával kell küzdenie a motorosoknak, persze nem múlnak el kisebb-nagyobb balesetek nélkül, de a versenyszellem mellett a segítő szándék is megmutatkozik. Egy versenyző társam első körbe, az első 2 kilométerbe leesett egy hídról, beesett a nádasba, és egyből megálltunk, két motoros, és kisegítettük is, hogy menjen ő is tovább. Tehát azért ilyen dolgokban segítjük egymást, és úgy, mint tanácsokkal, meg mindenen nincs az a nagy rivalizálás. Persze, amikor már nézzük az időket, ott mindenki szeretne nyerni és jobb időt csinálni, de mikor valaki bajban van, vagy egy tanácsot adni, akkor szívesen adunk. Azoknak, akik rajthoz állnak, az enduro alapkiírásnak és szabályzatnak kell megfelelniük. Tudtuk meg a versenyigazgatótól, Ódor Gábortól. A pilótáknak egy sportorvosi alkalmasságén kell átesni, ahol az egészségüket igazolják, hogy ők megfelelnek és alkalmasak a versenyzésre, illetve a motorok is átesnek egy gépátvételi vizsgálaton, ahol mindent megvizsgálnak, hogy ezen a versenyen szabályosan indulnak-e, szabályos kategóriába indulnak-e, és hogy a motorjuk szabályos felszerelésekkel vannak ellátva. A szervezők mindig próbálnak Tamásiban valami újat nyújtani, ami emlékezetes marad mind a versenyzők, mind a nézők számára. Így jött a szuperteszt ötlete is. Itt az endurózásban nálunk van először, hogy így a nap végén csinálunk egy úgynevezett szupertesztet. Ez hasonló, tudom elmondani, mint a ralliban a prológ rész. Ez a nézőknek is egy nagyon-nagyon látványos rész, hiszen itt a pályát, hogyha majd megmutatjátok, akkor látni fogjátok, hogy nagyon össze vannak húzva az akadályok. Egy látványos, aránylag gyors pályán mennek. Ez a szupertesztnek az eredménye a versenyzőknek a következő nap idejébe bele fog számítani, egy időjóváírást kapnak, az első 10 kap időjóváírást. Kötelező az első osztályos versenyzőknek, illetve a veterán versenyzőknek,
a többi versenyző választhatja, kivéve a junior korosztályt. A látványos szupertesztre valóban sokan kíváncsiak voltak. A nézők tátott szájjal csodálták a pályán körözött motorosokat, akiket tetőtől talpig igénybe vett a pálya, fizikálisan és mentálisan egyaránt. A szervezők számára a legjobb visszajelzés, amellett, hogy egyre több nézőt vonz a verseny, hogy a motorosok évről évre visszatérnek a Tamási pályára.